Balatonfüred, Dapas Diego Káci, 25-27, gratulálok a győzelemhez. A második félidő 28. percében egy hatalmas nagy kiáltást hallottam tőled, ez mi volt? Én azt gondolom, talán itt a megkönnyebbülés volt elsősorban, mert nagyon szerettük volna ezt a 2 pontot, nagyon sokat dolgoztunk érte, egész héten nagyon tudatosan, alaposan készültünk erre a mérkőzésre, nagyon koncentráltak voltunk, és ez az első fél időben mindenféleképpen megmutatkozott, hiszen a jól emlékszem 7 gólos vezetéssel mentünk a szünetben az öltözőbe, és ez volt igazából a győzelmünknek a kulcsa. Tudtam jól, hogy a fiatal, nagyon tehetséges, komoly erőből álló Balatonfüred próbál felőrölni bennünket, a második fél időben fog ránk jönni, indítás-lerohanás gólokra fog építeni, gyors befejezésekre, mi megpróbáltuk lassítani a játékot, belőlünk egyre többet vett ki ez, és hát ugye ők edzenek napi 2-t, mi azért heti 4-et, ez várható volt, hogy itt a végjátékban lesznek problémáink a kondícióval velük ellentétben, de nagyon okosan kézilabdáztunk bizonyos időszakokban. Persze voltak fegyelmezetlenségeink is, butaságaink is, amiből talán kicsit közelebb jöttek, de 2 perccel a vége előtt viszont már egyértelművé vált az, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Egy kicsit bosszus vagyok talán az miatt, hogy itt azt hiszem vezettünk 4 vagy 5 góllal 2 perccel a vége előtt, aztán lett közte 2, de ez legyen a legnagyobb problémánk. A legfontosabb dolog az, hogy elhoztuk innen a 2 pontot tavasszal, itt nagyon szerencsétlen körülmények között kaptunk ki 1 góllal, és azt gondolom most, hogy egy korrekt, kiváló játékvezetés mellett megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, és ki tudom emelni csapatunknak az összes tagját ilyenkor, de ma még örülünk, holnap is örülünk ennek, értékeljük ezeket a dolgokat, tanulunk a hibáinkból, és jövő héten pedig gőzerővel készülünk hétfőtől a nagy rangadóra, Százhalombatta ellenük is szeretnénk mindenféleképpen visszavágni, ugye 3 pontot vettek el tőlünk a tavalyi év során, mind a 2 nagyon mérkőzésünk, nagyon kiélezett, kemény találkozó volt, tényleg itt az idegek csatája, mind a 2 mérkőzésen azt mondhatom, hogy talán a szerencsésebb csapat győzött, és lehet, hogy most a Százhalombatta esélyesebb ugye ezen a mérkőzésen, de mi mindenféleképpen a győzelemért megyünk, és mindent meg fogunk tenni. Itt sem volt egyértelmű az, hogy mi vagyunk az esélyesek Balatonfüreden, és ha azt nézzük, végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, 6-7 góllal vezettünk szinte végig az utolsó pár perc kivételével. 3 mérkőzésen túl vagyunk a bajnokságban. Hogyan értékeled a bajnoki rajtot? Minden évben problémánk a kezdés, a rajt. Ezért készítettem, illetve azért csináltuk a felkészülésben 2-vel több edzőmérkőzést, mint ahogy szoktunk. Az első mérkőzésen a Tata ellen még nagyon látszott itt a kezdetlegesség, illetve ami jellemző volt ránk, de itt az Ajka ellen egy nagyon magabiztos hazai győzelem, ami lehetett volna görcsös is természetesen, egy kifejezetten jó játék. Itt pedig, amíg bírtuk erővel, agyban, itt nagyon komoly kézilabdát nyújtottunk itt, főleg az első fél időre gondolok, és azt gondolom, hogy a védekezésünk majdnem 60 percen keresztül, bizonyos időszakokban talán nem, de kiváló volt. Én nagyon remélem, hogy ez erőt ad, és önbizalmat a következőkben. Még azért nem lehet elfelejteni azt sem, hogy 2 mérkőzés volt Törökszent Miklós, az örök rivális Törökszent Miklós ellen is sikerült ugye idegenben 1 góllal győznünk. Ezek mindenféleképpen bizalom, tehát ezek olyan dolgok, amire büszkék lehetünk, de hát olyan sok minden van még előttünk, hogy elsősorban ilyenkor még természetesen örülünk neki, de igenis koncentrálunk már a következő feladatokra, és nagyon remélem, hogy megint csak ugyanúgy, mint az előző években, itt az élmezőnyben a dobogóért fogunk játszani. Józsa Mátét köszöntöm a MAG TV kamerája előtt. Te a második fél idő vége előtt 3 perccel levonultál egy piros lappal. Mi volt, illetve hogyan értékeled a mai mérkőzést? Köszöntöm a nézőket is, titeket is. Az egész mérkőzést úgy értékelném. Én úgy gondolom, hogy első fél időben megteremtettük a különbséget. Szerintem itt erőben is fel tudtuk örülni a fiatal játékosokat, amitől kicsit féltünk, hogy probléma lesz ebből. Aztán kijöttek a rutinos dolgok, úgyhogy még egész jól meg tudtuk játszani a játékunkat is. Én azt gondolom, a védekezés azért elég jó volt, annak ellenére, hogy sok 2 percünk volt, ugye én is kiszálltam a végén piros lappa 3 2 perce, illetve Bodri barátom is, úgyhogy elcsücsültünk egymás mellé. A bírói fújást, azt most én nem térnék ki rá,
szomorú, úgy gondolom, de hagyjuk, tényleg inkább foglalkozunk a játékkal. Nagyon-nagyon örülök ennek a győzelemnek. Mégis milyen volt belülről? Említetted, hogy nagyon sok kétperces kiállítás volt, említetted, hogy azért a fiatalok azért más kondiban voltak, mint ugye a dabasi csapat. Fájdalmas volt belülről, megmondom az őszintét. Most szerintem egy-két napig biztos azzal foglalkozunk, összetegyük magunkat. De igazából jó, hogy elmenni pihenni, hogy azért érezzük magunkon ezeket a kis ütéseket, de hát így ünnepünk egy picit. Nehéz volt, én úgy gondolom, nehéz volt. Fejben is ezt a nyitott védekezést nagyon okosan kellett átjátszani, amellett, hogy fizikailag ott kellett lenni, ugye oxigén hiányos helyzetből még gondolkozni is kellett, úgyhogy én nagyon nehéznek véltem belőle a mérkőzést, de végére így nem előrültem, úgyhogy így már könnyű. Még egy kérdés, a végére bajnoki rajt, 3 mérkőzés, 2 győzelem, 1 vereség, hogyan értékeled? Hát én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. Én a védekezés úgy látom, hogy kezd tényleg összeállni. Támadó játékban már fejlődik a csapat. Hát nehéz mérkőzés következik, nehéz mérkőzések következnek. Igazából megmondom, az Ajkára én úgy számoltam, hogy megverjük őket mindenféle nagy képesség nélkül, de hát azért ezt úgy gondolom, hogy hozni kellett. A Tatai, hát most nem tudom ki mit fog elszólni, úgy gondolom, a Tata az egy jó csapat, tehát ott azért mindenkinek lesz problémája, illetve kicsit enervált játékunk volt, úgyhogy tovább. Hát remélem sok-sok győzelem lesz. Magtelevízió. Önökért vagyunk.